Sokan felteszik a kérdést a tudatosság, illetve az önismeret kapcsán, hogy mindenképpen szükség van egy tanítóra, egy mentorra. Nos, valójában az életben minden és mindenki a tanítónk valamilyen formában, hiszen mindig a lényeg irányába mutat és ébredésre késztet minden megnyilvánulásuk. Ugyanakkor vannak jelentősebb helyzetek és jelentősebb szereplők is az életünkben, amikre, akikre jobban odafigyelünk. Feléjük fordul a fókuszunk, és súlyt helyezünk arra, amit általuk tapasztalunk. Egy mentor, egy tanító, illetve egy tudatos, iránymutató partner azért lehet fontos, akár személyesen van jelen, akár éppen csak olvasod a sorait, vagy hallgatod a szavait, mert a figyelmedet arra irányítja, ami a célod kapcsán a lényeg. Nem csak a hagyományos iskolában, ahol a kultúránk által megkövetelt tudásanyagot elsajátítjuk, de például nyelvtanulás, zenetanulás és persze önismereti témák kapcsán is segítségedre lehet a közvetlen útmutatás. Természetesen a tudatosság és az önismeret a hagyományostól eltérő módon kerül leginkább felfedezésre, mert túlhalad azon, mint amikor valaki adatmennyiséget halmoz fel az elméjében, és akár még meg is érti azt. A tudatos jelenlét kapcsán pedig igazán csak össze tud keveredni a fejekben a sok adathalmaz. Hiszen az igazi jelenlét az időn és téren és mindenen keresztül látható, hiszen nincsenen más tér és hely, mint csak a jelenlévő itt és most. Mindig csak ezt, az ittet és a mostot tapasztaljuk. Még akkor is, amikor éppen gondolkodunk és amikor emlékezünk is. A fejedben itt és most van jelen a múlt emléke is, képek, hangok vagy pedig érzések formájában, és a fejedben van jelen itt és most a jövő gondolata is, az összes terveddel együtt. Igen, az elme következtetést von le a tapasztalatok sorából, és így kikövetkeztette az idő fogalmát is, de a valóságban mindig csak az ittet és a mostot tapasztaljuk. Még soha senki nem járt, sem a jövőben, sem a múltban, csupán az elméjén belül, miközben itt és most van. Minden egy eszköz az életedben arra, hogy a te figyelmed a lényegre kerüljön, a jelen pillanat szépségére. Szinte mindegy is, hogy melyik új mutat a holdra, és te magad pillantod meg a holdat. Valójában te pillantasz abba az irányba, a hold pedig az önismeret és a tudatosság kapcsán te magad vagy. Egy tanító minden pillanatban annak kapcsán oszt meg szemléletet, tapasztalatot, tudást, bölcsességet és bármit, ami itt és most van. Bár, ha közelebbről megnézzük, a lényeget nem lehet megosztani. Ő egyszerűen csak látja azt, ami van, és látja, hogy ebből a csodálatos teljességben minden és mindenki beletartozik. A szemében egyértelmű, ahogy Matrix-szerűen a folyamatok összefüggenek, ahogyan az emberek találkoznak és együtt élnek, illetve számára egyértelmű, ahogyan mindenben és mindenkiben a jelenlét találkozik a jelenléttel. Ha jelen van benned az érdeklődés, a kíváncsiság, a szándék, a hajlandóság, és találkozol a számodra értékes önismereti partnerrel, tanítóval, és olyan szavak hangoznak el, amikhez van füled, és az ő szavai ebben tudnak neked segíteni, akkor rá tud mutatni arra, meg tudja mutatni azt az irányt, amit érdemes megfigyelned, amit érdemes felfedezned. El tudnak hangozni azok a varázslatos szavak, amik egy pillanat alatt segítenek abban, hogy a figyelmed átrendeződjön, átirányuljon. Egy tanító semmit nem fog helyetted felfedezni, semmit nem fog helyetted túlesni, sőt nem fog helyetted felállni sem, ha éppen elesel. Ő csupán nagyítóvá válik a kezedben, amelyen keresztül nézve megláthatod, amit keresel úgy, hogy végre ne kavarodj bele. Segít felfedezni az önbecsapásaidat, és rámutat, hogy nem kell kétségbe esned. Segít eligazodni az érzelmi és gondolati áramlatok heves sodrásában, és rámutat, hogy a lényeg mindezeken túl van. Segít a bonyolultban felfedezni az egyszerűt, és segít lehúzni a leplet, amellyel eddig eltakartad csodás önmagadat, hogy végre lásd, hogy te magad is ragyogsz, és mindig is ragyogtál. Segít a sok hang között meghallani a szünetet, és a sok szó és gondolat között megízlelni a belső csendet. Mindez gyengéden,
erőteljesen, láthatatlanul és akár szembeötlően is. Sohasem tudhatod, hogy mivel fog ismét meglepni, ha hagyod, hogy közel kerüljön a szívedhez. Mert a szívedhez kerül közel, miközben kinevetteti veled az elméd káoszát. Hitrendszerek halmaroskodhat össze a jelenlétében, mert mindig arra mutat rá, hogy mivel csapod be önmagad. Így egyszer csak abba hagysz gondolkodni mindazon, ami eddig zavart, vagy kérdés volt, mindazon, aminek nincs igazán értéke, így jelentősége sem, és egyszer csak megpillantod azt, amit senki meg nem mutathat neked, mert csak te magad fedezheted fel. Amit aztán észreveszel, hogy mindig itt van. És lehet, hogy nem is érted, hogy korábban miért gondoltad azt, hogy nem létezik, vagy csak, hogy nem érzékeled. Hiszen mindig itt van. És csak ez van. Csak ez, a határtalan szépséggel bíró harmonikus teljesség létezik. Egy tudatos tanító, egy mentor ennek tudatában van, minden pillanatban. Az ő jelenlétében erről is esik szó. A jelenlétében megnyílsz annak, ami itt és most van, megengeded, hogy ezt érzékeld, és ezzel egy legyél. Ennek pedig mindnek ereje van. Ez mind összeadódik. Persze itt, most kimondhatnánk azt is, hogy ezek mind-mind csak az elmének szóló szavak, mert a valóság az, hogy mindez te vagy. A tanító is a te külvilágodnak a része, és azért lép be az életedbe, hogy erre rámutasson neked. Valójában ez a te választásod, a te igényed. Úgyhogy javaslom, hogy ha úgy érzed, hogy egy ilyen találkozás történt, akkor élj vele. Erről és sok más érdekességről esik szó a következő tudatosság webináriumon, amire szeretettel várlak. Legyen csoda szép a napod, és csak tudd, hogy vagy itt és most.